Minden évben van vadkár elhárítás? Nem, csak szökőjében. Ő az én testvérem, Zoltán, aki egy vérbeli vadász és igazi bottörő. Zoltán! Ez pedig itt én vagyok. Az én hobbim a horgászat. Haszki, mekkora! Egyik területen sem vagyunk profik, de a testvérharc állandó közöttünk. Tamás, engedj már! Kakas, kakas, lője, zonva! Hülye! Sok izgalmas pillanatot éltünk már át együtt, és meg annyi bal szerencsét. Hobbiaink ellenére mindketten állatbarátok vagyunk, és a legfőbb célunk az, hogy a magunk szórakoztató módján megmutassuk a vadászat és a horgászat igazi szépségét a mi szemszögünkből. Ez itt a Vadkaland! 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 A filmet támogatta az Agrárminisztérium, a Békés megye vadászató vadjéért alapítvány és a YouTube csatornatagok. Köszönjük! Magyarország területén számtalan ragadozó állat él, amik közül vannak olyanok, amik időközben teljesen eltűntek a természetből, s van olyan, ami újra teret próbál hódítani magának. Aranysakál. Populáció növekedésének veszélye Magyarországon. Az aranysakál populáció növekedése komoly problémát jelent hazánkban. S ahhoz, hogy megértsem, mi ennek az oka, először is elutaztam Budapestre, hogy megismerkedjek testközelből egy ott élő példánnyal. Itt vagyok most a Budakeszi Vadas Parkban, ahol van egy nagyon szelíd aranysakállány, Mucika. Először is az érdekelne engem, hogy hogy került hozzátok, illetve az, hogy honnan kapta a nevét. Mucika már lassan a 13. évét tapossa, most már 12 éves, úgyhogy egy másik vadasparkból került hozzánk kölyök korában, és az akkori gondozók nevelték fel kézből, tehát azért is lett ennyire szelíd. A nevét honnan kapta egyébként? Az akkori gondozók nevezték el, ja, így. Akkor nem ti nevezték. Igen, aki nevelte, ő becézgette így, és akkor így kapta ezt az ilyen kis becéző nevet, ezt a kis Mucika nevet. És ugye az egyből látszik rajta, hogy ő sokkal kutyásabb, mint a európai vörös róka, de mik azok a jellegzetességei így első ránézés, amiben ő különbözik a vörös rókától? Méretben hasonlóak, talán egy picit ilyen kockásabb méretű, tehát arányosabb, nem olyan hosszúkás, mint a róka. A farka miatt is tűnik úgy, hát ez is a másik különbség, hogy sokkal rövidebb farka, mint a rókának. A rókának fehér a farka vége, az aranysakálnak szürkés, feketés, tehát majdnem ez az egyszínű a szőrével. A vörös róka a nevéből is adódik, hogy vörös színű általában. Igen, van, de világosabb, az enyém is az világos, nincs ugye. Az aranysakál meg ilyen sárgásabb, száraz fűszíne van neki. És ezek például a fő különbségek, illetve az aranysakálnak ugyanúgy ez az aranyos, sárga színű lába és füle van, a rókának pedig feketés füle és lába. A vörös rókák nagyon intelligensek és okosak, ugyanez elmutató az aranysakálokról is? Ők is ugyanúgy taníthatók is esetleg? Igen, teljesen kutyaszerűen taníthatók, őnek is a legalapabb kutya trükköket tanítottuk meg legelsőre, például azt, hogy üljön le. Az ügyes azt vagy. Most éppen almát kap, mert ez ebben a nyári melegben ez teljesen jó ilyen kis diétás jutalomfalat, és nagyon szereti az almát. Tud például pacsit adni. Igen? Mindkét lábban. Erre az enyémet még nem tanítottam meg, de nagyon ügyes. Forog? Forogni is tud. Hát jól van, ügyes. Cirkuszi aranysakál lett. Szuper vagy. Gyere, mutasd meg a pocakodat. Azt is tud. Jól van, nagyon ügyes. Nagyon ügyes. Ez a simogatás is a tréning alatt lett megtanítva neki, de hát ő most már ezt ilyen jutalomnak is beállítja. Igen. Ugye jobb oldalt meg bal oldalát megmutatja, ez az orvosi vizsgálatoknál is segít, meg mi is át tudjuk tapogatni, hogyha bármi problémája van, mondjuk van benne egy kullancs, vagy látjuk, hogy valahol felsértette, akkor mi is át tudjuk nézni. És ezt akkor... így hogy adod a kezedből? Így? Így, aha. És én nekem is adhatom? Igen. Még aranysakát sose eltöttem. Na, tessék. Ügyes hát te ugyanaz szépen elveszed, mint Szöszi. Nagyon ügyes vagy. Na, Muci, figyelj! Miután
után közelebbről is megismertem Mucikát, válaszokat szerettem volna kapni az aranysakál terjeszkedésével és annak veszélyeivel kapcsolatos kérdéseimre. Ezért elutaztam Gödöllőre, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemre, hogy felkeressem dr. Heltai Miklóst, aki országosan és nemzetközileg is elismert aranysakál szakértő. Először is én most arra lennék kíváncsi, hogy mióta van jelen Magyarországon az aranysakál, illetve hogy lehet-e tudni azt, hogy ők honnan származnak? Hát az biztosabban lehet tudni, hogy honnan származik, mert azt tudjuk, hogy Ázsia felül érkezett meg Európába. Tőlünk legkeletebbre lévő állományok azok Indiában, Bangladesben találhatóak, és onnantól, hogyha végignézünk a térképen, akkor mint egy öv húzódik végig az elterjedési területe. Aztán azt, hogy Európában és az európai részeken, és elsősorban itt a Balkán, közép-európai területekre mikor, hogyan jelent meg, mennyire tekinthető őshonosnak, réginek, erről azért elég komoly viták vannak mind a mai napig. Amit tudunk, az az, hogy a 19. században biztosan voltak aranysakál előfordulások Magyarországon, erre vannak bizonyítékaink, a 20. század elején is voltak, és utána ez azt lehet mondani, hogy ezek viszonylag ritka, és a Magyarország területén viszonylag ritka, a Balkánon ehhez képest egy gyakori előfordulás. És gyakorlatilag 1942-től kezdve a mai Magyarország területén nem ismerünk előfordulásokat egészen a 70-es évek végéig, 80-as évek elejéig. A mai hivatalos zoológiai álláspont az, hogy az aranysakál őshonos ragadozója a Kárpát-medencének, ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy nagyon történelmi bizonyítékai ennek a régi elterjedésnek nincsenek. Tehát amíg rókából, farkasból vagy medvéből állnak rendelkezésre leletek, akár foszilis leletek, akár utána a középkorból mondjuk főúri vadászkalandoknak a trófeái ott vannak és bizonyítják a fajnak a jelenlétét, addig ilyen a kezünkben az aranysakál esetében nincsen. Én a mostani ismereteim szerint én sokkal inkább azt a változatot tartom elfogadhatónak, hogy valamikor a középkorban az oszmán seregek után érkezik meg az eltakarító, és így jelenik meg igazándiból a Balkánon, és így jelenik meg Közép-Európában is, és hát nem teljesen találja meg az élőhelyi feltételeit, ezért akkor még nem szaporodik el. Miközben az aranysakál megjelenésével kapcsolatban kutakodtam, megpróbáltam betekintést kapni a vadászatukról is. Hát a sakál az nem róka. A róka a mozgás egyből kiszúrja. A sakálnak nem kell mozgás, az arculat képes kiszúrni. A mozgás nélkül képes kiszúrni az emberi alapot. Elég a pislantos. Tehát a róka az mozgásérzékeny, a sakál az sokkal jobb a látása. Sokkal rafinább, sokkal olvatosabb. A róka az berohan a hívásra, hogy hogyan van. Sokkal az ritkán rohan be, az általában belopakolik, bejön, figyel. Tehát nagyon-nagyon óvatos sakál. És nem vagy jól leálltál, egyből kiszúr. Számtalan szó volt, hogy ott álltunk vigyázálásba, azt bejött a sakál, kiszúrt bennünket, arrébb, mert az elkezdett bennünket ugatni. Pedig mi sem mozdultunk, és egyszerűen kiszúrja. Nagyon okos. Neked nincsen ilyen átszorúhád? Ez mi? Mi, hogy ez az álcoló? Nem elég álcás. Jó, van, én azt hittem. Még van egy ilyen izém is. Még de van? Tudod. Az mi? Ilyen csuki a hajján. Azt tudom, az volt a szarkás film. Igen, igen. Sörétessel fogsz vadászni? Mindben ketten sörétessel vadászunk. Igen, de miért? Hát mert be fogjuk hívni közel, hogy fel tud venni. Ja, és akkor jönne a söréttel lele? Igen. Akkor ebben ilyen kevés sörét van? Hát kevesebb, mint egy pálcán vadászaton. Hatos vagy nyolcas sörét, de inkább hatos. Szuper. Nekem is fel kell vegyek valamit a kopasz fejembe? Hát jó lenne, mert a tiéd meg világít olyan kopasz. Mit vegyek? Felhoztatok valamit? Igen, figyelj, csak mindjárt kapsz valamit. Tényleg? Ez direkt neked készült. Hát ez komolyan fel kell vegyek. Nagyon jó fog állni. Oké, fasz. Oda is adom. Na, jól nézek ki, zogyókám. Tomi, én ezt hordanám nappal is. Érdekesség. Az aranysakál populációja napjainkban rohamosan nő, holott a 20. század közepén szinte egész Európából kipusztult. Mi okozta a pusztulásukat?
a 20. század elején vagy a 19. század közepe, 20. század közepe között szárítottuk ki a vizes élőhelyeknek a jelentős részét. Ebben az időszakban törtük fel a gyepterületeinket és próbáltunk belőle szántókat kialakítani. Tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az ország területének nagyobb részén egyébként, mint most, szántóföldek alakultak ki a 20. század közepére, közel 5 millió vagy 5 millió hektárt meghaladó szántóföld volt Magyarországon, ez már csak 4,3 millió hektár, és ez a vizes élőhelyek eltűnése, a nagyon intenzív, nagyon nyílt takarás nélküli szántóterületeknek a kialakulása, és az ebbe az időszakba általában jellemző ragadozó üldözésnek a hármasa lehetett az, ami a sakált visszaszorította, vagy eltüntette Közép-Európából, és a Balkán jelentős részéről, nem mindenhol, de a Balkán nagy részéről is ekkor tűnt el. Most pont fordítva van, hogy nagyon elszaporodtak itt Magyarországon az aranysakálok, hogy ez minek a következménye? Egy komoly biológiai invázió van most, ami egyébként azért látható volt előre. Ha az okokat keressük, akkor össze lehet foglalni nagyon egyszerűen. Az aranysakál kiválóan alkalmazkodik. Az aranysakálnak nagyon széles a táplálék spektruma, nagyon sok mindent meg tud enni, a gyümölcstől kezdve ténylegesen a borjúig, gidáig bármit képes elfogyasztani, meg a dögön keresztül a kisrágcsálókig, és nagyon kiválóan találja meg minden egyes élőhelyen azt a forrást, amiből ott nagyon-nagyon sok van. Az igazi nagy állomány felfutások, tehát a nagy, a jelentős állomány sűrűségek, azok mindig ott alakulnak ki, ahol van valami olyan táplálék, amiből korlátlanul áll rendelkezésre. A másik az, hogy hogyan növeli ilyen gyorsan az elterjedési területét. És itt úgy tűnik, hogy van egy olyan különleges tulajdonság, amit más ragadozóknál nem ismerünk, ez pedig az, hogy mind a két nem, tehát mind a kandok, mind a szukák képesek arra, hogy nagy távolságokra elmenjenek a szülőhelyükről, és olyan helyeket keressenek, ahol nincsenek versenytársak, tehát megérkezik a sakálmentes helyre. Tehát nagyon könnyen megtörténik az, hogy ide jön egy sakál fiú, körülnéz, de jó hely. Aha. És egy néhány hónap múlva megjelenik egy sakál lány, de jó hely, és onnantól kezdve pedig szaporodnak, és miután nincsen versenytárs, nincs bent senki, nincs egy másik sakál család, ez a szaporulat hirtelen gyors lesz. Én úgy tudom, hogy az aranysakálok falkába vadásznak, meg sokáig együtt maradnak családban, és ugye nem úgy, mint a rókáknál, hogy fél éves koruktól már egyedül megy vadászni a rókakölyök, hanem a sakáloknál elég sokáig kísérik a szülők, és ezáltal sokkal jobban tudnak így csapatba dolgozni, és megmaradnak azok a kölykök. És ugye nincs természetes ellenségük is, ahogy igen, így tudom. Hát nem csak a kölykök, hanem sok esetben az előző évi fiatal szukák is ott vannak, tehát még a szülőpár mellett segítők is vannak a családban, és ez nagyon növeli a kölyköknek a túlélését. Tehát összehasonlíthatatlanul jobb az aranysakál kölyköknek a túlélése, mint a rókának, a rókakölyköknek a túlélése. Az, hogy mennyire van a családban vadászás, az egy vitatott történet. Tehát az a fajta nagyon szervezett közös vadászat, ami a farkasnál ott van, ez a sakálnál nincsen bizonyítva. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek együttműködés, nincs kommunikáció. Valószínű a táplálék forrásokat is jelzik. Családon belül és családok közötti kommunikáció van, hogy ezek egy részét halljuk is az üvöltéssel, ennek a kommunikációnak egy részét. De az a nagyon tudatos közös vadászat, amit a farkasnál szoktunk látni, hogy hogyan szorítják le mondjuk a nagyobb szarvast, hogy zuhanjon be egy szakadékba vagy egy patakpartra, ilyenre nincs bizonyíték. Még hogyha a másik oldalon igaz az, hogy vannak az, hogy azért van együttműködés. Uh-huh. Érted. Tehát egy kicsikét egy ilyen határ mesdje. És milyen fajta módszerei vannak egyébként az aranysakál vadászatnak? Hát az aranysakál vadászatának igazából nincsen kifejlesztett módszere, mert elég új vadfaj még nálunk, legalábbis nem túl régóta van, jött vissza itt a faunánkba. Bele van a hajtást terelő vadászata neki, amikor már többen fölállnak és sakára varáznak. A leállókra próbálják meg átterelni a sakát, de hát az nagyon okos, tehát nehéz így vadászni rá. Rettentően hangérzékeny, ha becsapják az ajtót, vadászat közben, vagy dumálnak, akkor már az már szelel. Aztán van még a hívás, amit most mi is csinálunk. Igazából az ilyen napközbeni hívást a nagy hívók nem igazán mondják eredményesnek, pedig hogyha belegondolunk, hogy ilyenkor napközben is mennyi vadászik. Meg kölykei vannak is. Kölykei vannak, igen, éhes, eteti őket. Ilyenkor őszhanga ugyebár, vagy malaszvisítása, oda lehet csalni napközben is, de nem ki a síkra, hanem be kell menni a szálasba, a sűrűbe valahova, és oda megpróbálni
meg csak odacsolni. Számtalan eset volt rám, mikor augusztusban az emberek jönnek őszhívásra, hogy behívják az őzet, és berolna ezért sakál vagy a róka is az ősz hangra. Nem véletlen, mert tudják, ott a kaja, valami van, és mennek érte. Jó, de akkor igazából nem szokták akkor barkácsolni, még ilyesmi nincs. Hogy... Hát lehet, de kicsit esélyen ez még le sem vadásszák. Le sem, hogyha bár ha bejön a sakál lesse, vagy olyan helyre, vagy dögszóvót csinálnak például oda is, de az is nagyon ritkán. Változott a szél, mert kicsit megkaptuk, az elő forgott, egy kicsit hátszelet kaptunk. Éreztem a torkom, megnyomt. Tovább cserkeltünk, miközben az eddig hallottak alapján felmerült bennem egy nagyon fontos kérdés. Egy dologra válaszol már, ami nekem van, nagyon érdekel, és nem tudom rá választ. Honnan lehet tudni, hogy jön az aranysakán, mert ugye nem mozoghatok akkor. Hát, ha csak látni fogod. Na jó, de hogyha mögöttem van, akkor mi? Hát akkor ő nyert. 1-0, 1-0. Ez egy ilyen játék. Az egy abban meg új hívás van, több puskás van. Több lehet lefedni. Több irányba néznek, igen, és akkor észreveszik. A választól nem repestem örömömben, mert mivel nem mozoghattam a kamerával, ezért kicsi volt rá az esélyem, hogy lencse végre tudjam kapni, ha jön egy aranysakál. Különböző hívóhangokkal próbálkoztunk, de nem jártunk sikerrel. Szoktak így csinálni, mint a farkasok, amúgy? Persze, meg is tudom mutatni, hogy kell. Hogy meg is tudom mutatni? Hát... Jöjj, te meg, ugye itt szállja. Persze. Hamazási. Na, hát erre kíváncsi vagyok. Igazából nagymesterének a Őrhalmi Csaba. Éjszaka képzeld, de... Éjszaka képzeld, de mikor elúrítod magadat, azt így mindenhonnan sokáig visszaúrítanak. Az ember ráhozza a frászt, kormány, és futkáljuk az ember hátán. Komoly. Akkor most megyünk tovább. Megyünk tovább, igen. Ez minek hívják amúgy ezt a kis... cuccot? Hát ez egy ilyen szájsíp. Szájsíp, aha. Igen, ez benne van a szádba, és akkor... tudsz lőni, meg figyelni, igen, igen, nem igen. Foglalja le a kezedet. Meg nem nyered le lövés pillanatában, mert kilóg a szárból, puska megüti, vagy a fogad veri ki, vagy lenyered. Ezt meg igazából, ha fönn vagy a lesem, és mondjuk tudsz velük kommunikálni, aha, akkor tudod figyelni a dolgot anélkül. És a lövésbe se akadályoz. Nem, mert bár mindenki kezed teljesen szabad, nem kell, hogy bár vele játszani. Szuper. És lehet azt tudni, hogy Magyarországon mekkora sakálállomány van, illetve az, hogy a területi elhelyezkedés? Hát azt lehet tudni, hogy a délről terjedt el Magyarországon, az első megtelepedések az Somogy, Baranya, Bács-Kiskun megye voltak. Ma is ebben a három megyében vannak a legnagyobb sakálállományok, és itt a legnagyobb a vadászati teríték is. De már azt lehet mondani, hogy nincs olyan megyéje az országnak, ahol a sakál előre fordulna, és ne lennének szaporodó családok, szaporodó állományok. Vannak az Országos Vadgazdálkodási Adattárnak a honlapján, ezt bárki megtalálja, hogyha így beüti az interneten. Vannak állománybecslési adatok, ha jól emlékszem, ezek ilyen 30-35 ezer a becslési és 11 néhány ezer a teríték, de nem ez az, ami számít. De ha azt látom egy fajnál, hogy folyamatosan nő az elterjedési területe és gyorsan. Folyamatosan növekszik az állománya és gyorsan. Ez az aranysakálnál egyértelműen jól bizonyítható, akkor az mindig egy olyan jelenség, amire figyelni kell, amit kezelni kell. És igazándiból én ezért bánom nagyon azt, hogy hiába írtuk le 20 évvel ezelőtt, mert 2003-ban írtuk le először kollégáimmal, Szabó Lászlóval, Laszki Józseffel, már akkor is közösen dolgozva, hogy az, amit mi most itt látunk, az egy invázió, egy exponenciális növekedés, aminek nem látszik a vége. Itthon megjelentettük ezeket az írásainkat, az Árki által hozzáférhető tudományos újságra megjelentek, de hát nem
készült föl mégsem rá az a szakma, akinek ezeket el kellett volna olvasnia, és hát azt lehet mondani, hogy azért az aranysakál nagyon sok helyen mégiscsak a fejére nőtt a vadgazdálkodásnak. Már eddig is sok mindent megtudtam az aranysakáról, de azt még mindig nem tudtam, hogy milyen veszélyt jelent, illetve milyen károkat tud okozni. Volt olyan eset, hogy a sakál, amikor meglőtték, így pont így tavasszal, és két gidának a maradványa volt benne a gyomrába, tehát vitte a családnak. Igazából az őszekre nagyon kártékony. Az őzre, a dámra. Egy malacokat is elviszik. De én meg azt mondtam, hogy a rúgva kölyköket is megeszik. Hát konkurenciát lát benne, hogy megeszi, azt nem tudom. De megölik. De hogy leölik a rókát, az biztos. Ahogy megjelenik a sakál, ott csökken a róka állomány. Amire a legtöbbet panaszkodnak, azok a, elsősorban az őzméretű csülkös vadnál az utódoknak az összeszedése, és ebben a szaporulatnak a csökkenése. Vannak talán már olyan térségek Magyarországon, ahol ez ténylegesen látszik. Azért hozzáteszem, hogy nagyobb térségi adatokban, tehát mondjuk megyei szintű adatokban ez a hatása az aranysakálnak nem látszik. De ettől még nem kizárható az, hogy kis térségben megjelenik. Nemzetközi példa van rá, tehát lehet tudni, hogy a Golán fennsíkon, Izraelben a hegyi gazellának az állományát, azt az ott jelentősen elszaporodó aranysakál állomány volt az, ami elkezdte csökkenteni. És itt amúgy van olyan terület, ahol az aranysakál jobban szeret mozogni, a bokros részeken, nyílt területen, mármint vadászati szempontból. Nagyon sokan azt mondják, hogy tavasz, amikor bár fél a növényzet, szinte ki sem megy a síkra. Benned erdőben ott vannak a kisgidák, meg elve a dámok, a borjuk, minden, ott el van. Nem beszélve arról a vadászok, hogy bárhogyha mondjuk kimennek őzezni áprilistól, zsigerek egy bizonyos részét nem biztos, hogy elviszik, eltakadják maguk után. Amikor sebzett is a bokorba megy be. Hát meg, hogy a sebzett van, akkor az, ha nincs meg minél rövidebb időn belül, akkor sokáig azt eltakarítják. Hát a Dunántúlon van egy pár ismerősöm, aki mondta, hogy ha meglőd disztó, úgy lőd meg, hogy meglegyen, azt nem kell után keresni. Ha reggel megyünk ki, az ki lesz csontozva. És az a baj, itt is esténként lehet őket nagyon hallani, de összefutni vele annyira rafinált, annyira okos. És sok van itt ezen a területen? Ezt így számszerűen gondolom nem lehet meghatározni. Még hozzávetőlegesen sem. Hát amikor esténként össze kiabálnak a családok, egyszerre 3-4 helyről lehet őket hallani. Most egy család az lehet 3-4 fa, 4-5 főbe is, vagy akármi. Hát meg ez egy területrész, de hát több területrésze. Igen. Nem lehet tudni, hogy mennyi van. Tényleg veszélyt jelent az elszaporodás? Én úgy gondolom, hogy minden tömegessé válás, bármely fajnak a hirtelen tömegessé válása, az mindig minimum kérdéseket vet föl, és akár veszélyeket is jelenthet. Nem véletlenül hívják ezeket inváziónak, biológiai inváziónak. Önmagában kiszoríthat más fajokat, amelyek részben hasonló ökológiai nisben vannak, részben pedig hathat a táplálékforrásokra is egy ragadozó esetében, de akár egy növényevő esetében is hathat a táplálékforrásokra is, hiszen az is vissza tudja rágni. Az aranysakál tömeges elszaporodásra képes, jelentős állománysűrűségeket tud kialakítani. Ez olyan, amit, hogyha tényleg gazdálkodásról beszélünk, már pedig mind a vad gazdálkodás, mind a természetvédelmi gazdálkodás az gazdálkodás, akkor ezzel a problémával foglalkozni kell. Tehát az aranysakálnál is jelenthet nehézséget az, hogy hirtelen tömegessé válik. És hogyha nem foglalkoznak ezzel a problémával, mint a szaporodásuk, akkor túl tudnak szaporodni egy adott területen, vagy ez nem jó kifejezés, a túlszaporulat? A túlszaporodás az nem jó kifejezés, mert ez egy ökológiai kifejezés jelentene, és akkor azt kéne látni, hogy az a faj, ami túlszaporodik, az miután már kevés jut neki, egy-egy egyednek nem jut elég táplálék, nem jut elég élőhely, akkor azt kéne látnom, hogy senyvessé válik, beteggé válik, elhullik, nagy lesz a mortalitás. Hát ilyet Magyarországon nem látunk sakálnál sem, meg más fajnál sem. De ettől még igaz, amit az előbb mondtam, a tömegessé váló, a hirtelen nagy tömegben megjelenő, közepes testű ragadozó, az okozhat a természetben olyan hatásokat, amikre mondjuk a legkevésbé sem vágyunk. Az aranysakál jelenség, mint olyan, egyre jobban kezdett érdekelni, mint ahogy a rájuk való vadászat is.
ez? Ez ilyen szélmérő. Ja, hogy ez mutatja, melyre fúj a szél. Igen, igen, ráadásul azt a szelet is meg tudja mutatni, amit nem igen érzékelsz, vagy cigizned kell. Vagy például ilyen lejárt szokatni, hogy a legkisebb szelet is mutatja, hogy merre megy. Aztán ennek van neve? Hát ennek az a neve, hogy szélmérő. Amúgy sem a kukorica darab. Kukorica darab. Jaj. Széljelző. Egyszerű kis praktikus dolog. A széljelzőpor megismerése után egy másik helyen próbálkoztunk. Ahol igaz, hogy aranysakát nem, de mást sikerült a közelbe csalni. Nincs autó. Meg hát jellemzően éjszakai ragadozó. Ő is olyan, mint a róka, már mint a szeme, hogy lát este, sötét. Hát jobb a láb, mint a róka. Ha már megmozdul valami, már sokkal ugrik. Intelligensebb, mint a róka. Másnap hajnalban folytattuk tovább a vadászatot, s miközben ismét nem jártunk sikerrel, egy újabb kérdés merült fel bennem. Elég sűrűn változtatjuk itt a helyeket, hogy miért van az, hogy csak ilyen rövid ideig várakozunk egy adott helyen. Hát azért van, mert ugye bár általában egy helyen ugye max fél óra szoktunk várakozni, ugye bár hangterjedelme elmegy most, amit hallja a sakál, és érte 500-800 méter maximum, de most annyira alatt oda kell neki érni, hogyha éhes. Hiába fogunk ott várni, trombitálni estig, hogyha egyszer nem csak környéken. Környéken, igen. Sok az ilyen kereső vadászat, igazából. Igen, amit a horgászatnál a pörgetés, hogy egész nagy felületet lefedsz. Tehát az egész területet jobban be lehet járni. Jó, oké. Okay. Ennek ez a lényege. Jó, akkor pergetünk most. Igen. Igen, most vadász, igen. Nem pörgetünk, hanem pergetünk. Pergetünk, igen. Vadász nevben most pergetünk, igen. Szuper. Na jó, akkor pergessünk. Lassan kezdtem ráébredni arra, hogy minél többet tudok meg az aranysakáról, annál megalapozottabb lesz az a szóbeszéd, hogy az aranysakát nehéz terítékre hozni. De mivel szeretjük a kihívást, ezért mindenáron le akartunk filmezni egy elejtést. A hívóhangok segítségével tovább vadásztunk, ami előbb egy kíváncsi vadgyulat, majd egy fára mászó nyestet eredményezett. Ami után a vendéglátónk Zsolti mutatott egy kis érdekességet. Hát azt akartam megmutatni, hogy a sakál rendszeresen visszajár úgymond a helyszínre, úgymond ott hagyni az ürülékét. Heti egy alkalommal mindig megjelent, és most viszont látom, hogy régóta nem volt. És ugyanolyan szaga van egyébként, mint a rókának? Hát nem, erősebb inkább. Büdösebb, erősebb? Hát büdösebb, igen, a szaga neki. De akkor maga a sakálnak is a szaga akkor? Természetesen. Aha. De látszik, hogy tele van szűrre. Hát ott van a nyúlszőr benne. Az ürülékét, ha az ember fél megtalálja és megvizsgálja, akkor... Az sokat elárul abból, hogy mit táplálkozik. Jelen pillanatban most ő a csúcsragadozó itt Magyarországon. Na legalább láttam végre aranysaká ürüléket is. Ha már róka ürüléket minden nap látok otthon Szöszi által. Az aranysakál ürülék után ismét próbát tettünk, de a hosszas hívás megint csak nem járt eredménnyel. Majd mikor egy másik helyre mentünk,
Egyszer csak halkzörejeket hallottunk, mire én nagyon lassan megpróbáltam a kamerát a közeledő hang irányába fordítani. Zsolti felé közeledő zörejeket sajnos nem egy aranysakál, hanem egy őz okozta. Amiután tettünk még egy próbát, majd mivel nem jártunk sikerrel, befejeztük a vadászatot. 4 hónappal később. Legközelebb ősszel folytattuk tovább a vadászatot Vaskúton, ami az ország egyik legnagyobb sakálszaporulattal rendelkező megyéjében, Bács-Kiskun megyében található. Mivel eddig még nem jártunk olyan helyen, ahol az aranysakál nagy számban van jelen, s az elmúlt 10 évben egyet sem tudtam lencse végre kapni, ezért nagyon kíváncsi voltam arra, hogy az itt tervezett néhány napban sikerül-e aranysakát látnunk, és esetleg elejtenünk egyet. A hívóhangra további hólók repültek felénk, majd miközben egyre több állat jelent meg a közelünkben, megérzésem támadt, amivel lassan kezdtem bátyám agyára menni. Szerintem Zoltán mindjárt jönni fog. Milyen mindjárt? Most már bármikor jön. Hagyjál már, Tamás. Szerintem most már bármikor kijöhetsz, hogy jó. Most már szép lassan átvilágosodott. Most már reggel 7 óra. Most már bármelyik pillanatban jöhetnek. Ezt most elmondtad a kamerának is, nekem meg ezt elmondtad már 27-szor, és eltelt 34 pillanat. Sajnos, ahogy telt az idő, a megérzésem úgy halványodott. Még nem egyszer csak, hihetetlen élmény volt, hogy az első alkalommal láttunk egy aranysakált, és azt lencse végre tudtam venni. Ja, egyébként Zoltánkám, minden esélyünk meg volt, hogy most lőjünk egy sakált. Tudod miért? Láttad, hogy hol ülünk? Itt a hólók itt szoktak pihenni. És nézd meg, hova raktad le a pólódat, vagy pulóveredet, ez alatt van bajon, most nem tudom. Nem vettük észre a sötétbe, ugye, mert nagyon sötétbe jöttünk, hogy itt mindent össze van. Nem baj, hát hogyha meghúzza a szerencsét, végül is már egy sokát láttunk, úgyhogy még bármi lehet. Az alattvalói várják a leeső csontokat. Szegény csóringerek. Miközben figyeltük őket, s várakoztunk az aranysakálokra, újabb kérdésem támadt. Miért hívják aranysakálnak? Nem ez is sakál. Hát
nádi farkas, vagy micsoda. Az nálunk hívták, toborgán. De akkor nem tudod, hogy miért lett talansoká? Nem. Akkor azt hiszem, ez majd nekem kell kideríteni. De milyen olyan a színe neki? Mint arany, milyen sárgás a szín. De akkor a színe miatt lehet azért így? Szuper. Na, és már bármilyen pillanatban jöttem. Menjünk inkább reggelizni. Ezt követően csak ugyan elmentünk reggelizni a szállásunkat adó vadász vendégházba, ahol a szépen kiállított muflonkos és fácán kakas mellett ekkor lettem figyelmes valamire. Ez mi ez, zotyókám? Hát ilyen bálának átszázott les. Ez komoly az. De amikor báláznak a területen, akkor biztos láttad már te is, hogy róka felül a bála tetejére, meg a minden arra megy. Látod, van itt ilyen lőnyílás, fűrészfoggal van nagyon egyszerűen megcsinálva. Nagyon beleülsz és tudsz lőni. Uh-huh. Egy nagyon jó találmány, hát most egy picit megkopott már rajta a szalma. Uh-huh. Látod, purhabbal befújják és akkor nyomkodnak rá szalmát. Csasza, még nincsenek. Oldalt is lehet? Van, van, itt is van. Most behúzták evel, most nincs kivágva. Uh-huh. Ezt mindig javítgatják, mert az idő megeszi itt az ajtó. Ez egy nagyon könnyű dolog. És akkor ezzel oldalra és hátra is lehet lőni, bárhol, aha. Minden irányban. Kinyitod ilyen nyílásokat és akkor lehet, beülsz egy kis székre. Hát, az emberi találékonyság. Ez nem ismer határokat. Nem ismer határokat. El lehet azért itt férni. Nem nagy, de legalább kicsi. És itt csendbe kell maradni nyilván. Hát, Tomi, mindenhogy csendbe kéne maradni. Ami neked nagyon nem megy. Igen, neki lehet látni az, ami. A bálales kunyhó után a vendéglátó megmutatta az egyik kedvenc csali sípját, amivel varjúsi rámot imitált. Jó, és ezzel most mit lehet behívni? Szarka, holló, varjú, sakár, róka, minden. Igen. Kissé hihetetlennek tűnt a számomra, hogy a madár hanggal még aranysakát is be lehet hívni. De tény, hogy a madarakat vonzotta a hang, és még válaszoltak is rá. Válaszolnak rá. Hihetetlen. A csali síp után megnéztük, hol fogunk este vadászni. Szóval, és akkor ez egy les itt, Zoltán? Az a les. Az a les? Aha. Igen. És mit les? Hát mi fogunk róla lehet lesni. Aha. Jaj, ma nem lesz. Nem töröd ki a lábodat. Igen. És ez miért ilyen lesz amúgy? Ez egy bakles, tehát egy mobil les igazából, oda rakjuk ki, ahol látunk mozgást, és segíteni kell a terület védésében. Aha. Tök jó néz, hogy itt van a les, és alatta meg ott van a rókakotorék. Nagyon fasza. A vadászles érdekessége, hogy egy háborús időket emlékeztető katonai bunkerre volt elhelyezve, ami igazi látványosság volt a számomra. Na, legalább ilyet is láttam. Nagyon sötét volt bent, és ezért nem látszik. De a katonai bunkeren kívül egy van, ami még jobban érdekelt. Mégpedig az, hogy mikor kezdődött az aranysakálok látványos elszaporodása, s mik voltak annak tapasztalható jelei. Igazából szerintem 8-10 évvel ezelőtt láttunk egyet-kettőt. Örültünk neki, hogy végre újfajta vadászatunk, színesedik a vadállomány. És akkor mi még nem nagyon lehetett hallani róla, hogy egyáltalán mi lesz a hozadéka, meg minden. És azt vettük észre, hogy egyet-kettőt látunk a területen, nincs is több. Aha. Na ez nagy tévedés. Uh-huh. Ha látsz egyet-kettőt a területen, annak a 10-szerese van. Minimum. Mert nagyon-nagyon rejtőzködő életmódot folytat eleinte. Uh-huh. Aztán, ha eléri azt a populációt, akkor már nem. Uh-huh. Akkor már szemtelen, rettenetes. Aha. És miben mutatkozott meg így a vadállományban, hogy hát, vannak? Első körben eltűnik az apró vad. Tehát furcsa lesz, hogy nem lesz nyúl, nincsen kis nyúl, nincsen fácán. A második körben elkezdenek tűnni el a gidák, az őszgidák. Uh-huh. És persze a rókállomány is elkezd fogyni. Uh-huh. És utána, amikor elkezdenek tűnni a gidák, akkor ugye a rókállomány is stagnál. Tehát olyan, mintha nem fogyna, van, de nem az, tehát nem olyan, mint volt, de nem is fogy. Uh-huh. És utána, amikor elkezdenek a gidákat látszik, egy-két gida megjelenik, 3-4 a területen, 5-10, akkor utána van az, hogy elkezdik leszedálni a vaddisznót, a szarvast, és akkor látod azt, hogy a rókállomány is elkezd fölnőni, ugyanis már nem tápláléka. Aha. Tehát nem hozza a két táplálék, így van. Az elsődleges táplálék a róka,
rókának, az egerek, apró, a pockok, az apró állatok. A sakál is eleinte igen, de amikor már falkában van, már nem. Akkor már nagy vadnak megy neki. És akkor itt milyen károkat okoz nálatok? Így az elszaporodásuk. Mi az, ami jelentős? Az őzállomány eltűnése, tehát az erősen látványos, apró vad eltűnése teljesen. Tehát szinte majdnem, hogy a minimalizálódik az apró vadállomány. Uh-huh. És a vaddisznókba, a malacokat rendszeresen. És védekezés? Hogyan lehet elvédekezni? Ti hogy próbáltok? Ahogy lehet. Tehát csapdázás, megkérve a vadkál elhárítást egész évre, éjszakai vadászat rájuk, minden úton módon írtani, több-kevesebb sikerre. Uh-huh. Tehát az igazság, hogy egyelőre ők nyernek. Tehát most így lehet itt szépíteni a dolgokat, nagyon-nagyon sokat hozunk terítékre, és nem jutunk előrébb. Az est beállta előtt, bizakodva tértünk vissza a leshez, hisz úgy véltük, hogy ilyen aranysakál populáció mellett ezúttal is biztosan látni fogunk egyet. A lesre ülve hosszasan várakoztunk, s miután a nap lassan eltűnt az erdők lombjai mögött, nagyjából 20 percünk maradt a lővilágból. Mikor már majdnem ránk sötétedett, kitaláltam, hogy bátyám hívó hangokkal próbálkozzon. Ezt követően néhány percig még tovább próbálkoztunk. Majd miután nem jártunk sikerrel, megnéztük a terítékre került aranysakált. Egy kis kan aranysakál. Ez még fiatal. Szerintem igen. Az eredményes vadászat után már csak egyetlen megválaszolatlan kérdésem maradt hátra. Mégpedig az, hogy mit kell tenni, ha egyáltalán tenni kell valamit, az aranysakál nagymértékű szaporodása ellen. Mert ugye az aranysakál ragadozó mi voltából kifolyólag fontos szerepet tölt be a természet ökoszisztémájában, de másrésztről pedig a vadgazdálkodásra kártékony hatással van. A vadgazdálkodásnál benne van a szóban. Vadgazdálkodás, azaz gazdálkodni kellene mindegyik vadászható fajjal, így az aranysakállal is. A gazdálkodás igazániból egyszerűen annyit jelent, hogy tudatosan teszek valamit. Vannak hozzá adataim, az alapján megtervezek egy cselekvéssort, azt végrehajtom, aztán még ellenőrzöm is, hogy arra jutottam. Ha az a tapasztalatom, hogy az aranysakálból az én vadászterületemen sok van, és ennek a sok sakának még hatása is van, mert azt érzem, hogy ezért tudok mondjuk őzre kevésbé vadászni. Vagy azért, mert kevesebb lett az őz, vagy azért, mert ez is lehetséges, hogy megváltozik a viselkedése a prédafajnak, és ezért kevésbé lesz aktív, a lővilágnál kevésbé lehet vele találkozni, ez önmagában rontja a vadászatnak a hatékonyságát, ehhez nem kell egyébként kevesebbnek lenni. Na mindegy, van egy ilyen tapasztalatom. Akkor a józan paraszti ész szerint mit is kell csinálni? Hát akkor megpróbálom csökkenteni a sakál állományt. Tehát vadászom rá. Ezt a vadgazdálkodónak semmi nem tiltja. Az aranysakál egy egész évben vadászható, ráadásul korlátozás nélkül, terítékkorlátozás nélkül vadászható faj. Tehát a vadgazdálkodó ki tud menni, és tudja csökkenteni. És meg tudja mérni. Hogy azt, én most úgy gondolom, hogy 100 van, nekiállok vadászni, kevesebb lett-e. És kisebb lett-e a hatás, tehát visszatérte az őz, vagy sem. Gazdálkodás szempontjából az a fontos, hogy nézzem meg, hogy nekem mennyibe kerül a sakálvadászat, mennyi energiát, pénzt, időt fordítok rá, mi a hozadéka. Tudom csökkenteni? Nem tudom csökkenteni. Nem tudom csökkenteni, miért nem tudom csökkenteni? Nem vadásztam eleget? Nem jó eszközzel? Vagy valami mást kell csinálni? Ugye mondtam azt, hogy vannak, a sakál nagyon képes arra, hogy megtalál egy olyan táplálékforrást, amiből nagyon sok van. Azt kell igazándiból megnézni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha ilyen táplálékforrás van, akkor az én hatásom alatt van-e.
mert akkor annak a táplálékforrásnak a csökkentése az lehet a megoldás. Tehát ez például egy nagyvadas területen nem lehet zsigert kint hagyni, nem lehet sebzett vadat kint hagyni, mindig mindent meg kell keresni, mert ezzel etetem a sakát. Igen. És hát igazándiból én így vagyok a dögszórókon történő vadászatnál is, hogy én arra gondolok, hogy miután egy hét a 168 órából áll, a 168 órából mondjuk rajta ül egy vadász egy ilyen dögszórón mondjuk 10 órát, akkor a 158 órán keresztül mégiscsak egy potenciális etetőhely. Igen, igen. A törzs állománynak a 150-160%-át kéne a sakából terítékre hozni ahhoz, hogy mértékadó módon csökkenteni lehessen az állományát. Tehát ha az a becslésem februárban, hogy 100 sakálon van, akkor a következő fél évben 150 sakát terítékre kéne hoznom. Ez a feladat. Nézzük meg, hogy ezt meg tudom, ez egy lehetséges feladat-e. Nézzük meg, hogy utána tényleg csökken-e, és csökken-e a hatás. Az aranysakállal kapcsolatos kutatásaim során egy valamire biztosan rájöttem. Mégpedig arra, hogy az aranysakál populáció növekedésének veszélye Magyarországon jelenleg sokkal nagyobb problémát jelent, mint azt mi átlag emberek gondolnánk. És ha nem védekeznek ellenük, akkor a súlyos és akár maradandó károkat is okozhat a vadállományban.